Feljött a láva Barry börtönében, szóval itt a lehetőségünk, hogy kiszökjünk innen. Remélhetőleg most nem fog annyira figyelni ránk, szóval ki kell használni a lehetőséget, az, hogy minél gyorsabban, minél effektívebben most ki tudjuk szökni innen a börtönből, és közben gyűjtjük pénzt is tudunk gyűjteni ezekkel a kis koinokkal. A matyám, mint is általában csak lefelé szoktunk landolni, de nekünk most meg kell találni minden egyes lehetőséget, hogy hova kínugni. Például ráugrunk itt a kerítésre, ráugrunk erre a blokkra, és megint egy kis pénzes, hogyha lenézzük, akkor meg láva, meg még tüske is van. Nem vagyok tériszonyos, nem, itt is folyik a láva mindenfelé, és megint egy kis kerítés csápjön. Hát én ezt nem hiszem el. Oké, szépen flúrok, oké, szépen flúrok. Ilyen csőhálózat vezetékekkel belé. Hát ez a pénz, hogy még nem tudom teljesen, hogy mire jut, azért begyűjtjük. Oppás, egy kis villáskulcs, a villáskulcsot fölveszem, és ki kell törni a falat. Azt a te mekkora lecsaptam ketchupnak egyből, és még egyszer se este ebben a láva. Nincs itt Barry a környéken, és nekem végig kell mennem itt a cell előtti része. Ott van Barry, és tud futni a lávát. Leszórakozunk, hogy Barry a lábán is tud futni, akkor én gyorsan fogok. Az egész úszik a lábában. Nekem még itt is a kerítésnek itt az oldalsó kapaszkodóján kell futni. Hát ez valami elképesztő, Barry húzzá ide, még idáig fel tudott jönni. Láva Barry eddig a legbrutálisabb, akivel valaha találkoztunk itt a Barry Obikon belül, de nem baj, itt legalább gombot nem kellett nyomni, hát mit kellett volna nyomni, hát az egész gomb elégett szerintem itt a lábában, csak szépen be tudtam ide sétálni, és akkor ez most melyik? Ez a mostós rész, elöntötte a mosdót is teljesen a láva. Hát akkor most én innen, hogy fogok, szerintem felugrok ide a kézfertőtlenek, a kézmosókra, innen erre a kis törle, az elválasztom vagyok, a pisztoáron vagyok, a pisztoáron, itt meg itt a vécé, a óriási vécé, és itt meg a lyuk már teljesen meg van csinálva, hát akkor én csak leszuhanok, és uram, atyám, itt is teljesen minden láva, a vécé darabkák is itt vannak lenn, hát még gőzön sincs, hogy merre kéne menni, de szerintem itt ezeket a köveket kéne megszínozni, és ezeknek kis kődarabokon végig, de végig ugrándozom, hát ez valami zseniás nyomtrilág, de tetszik eddig ez az ominektek, itt meg még tudjátok a szokásos gyorsan futás, innod, hiszen repet alattam is törik alattam, innentől kezdve megint a sziklákat kell célzásra, csak meg felszúrja a talpamat, innentől meg, ajaj, itt meg gondok közepette, meg szerintem át kéne ugranom odáig. Blódat kell szerintem jönni, szóval itt most már nem lesz olyan túlságosan néz, itt is csak fölülök, hogy megégess a talpam, és megvan, itt meg, azt a te itt is minden folyik, innod, tüskék vannak ezek a kősziklák, így elnyújtak tökre messze, hogy átjuk ugrani, innentől meg ez golyó. No ne, ugyan nagy golyó itt nem fog jönni, hát itt nem fér el a nagy golyó, itt megakadna az összes kőbe. Én csak szépen igazán ugrálok fel. Megvan, és megint egy lépcső fölfelé. Mászunk föl, eléggé furcsa, stronge, nagyon stronge, de mehetünk a kövi része. Wow, ez a börtöntelem is de durván néz ki, itt szokott jönni az őr, de szerintem megéghetett az őr. A lift hogy fog ilyen körülmények közt működni? Szabad lenézni, nem, nincs alattam 800 liter láva, no, mehetünk tovább előre, olyan magasra kell jönnöm, hogy nem hiszem el, és végre túl tudtam jönni, itt is csak az oldalán kell szaladgálnom. Jó, szerencsére át tudtam rajtani, itt meg a kőre, itt a kövek rengeteget segítenek nekünk, itt beugrok középre. Wow, egy ilyen szikla lett az új lift, hát ezt nem hiszem, jaj, te majdnem belelét megy, az őrült kafetéria, azt hittem, amikor az energiát ad fogja megírni a karakterük, jó, mi, vagy nem az azt is elöntött a láva, akkor csak a szélén ugrándozhatom, hát ez még a hátfókusz attól is jóval hátra, ez a pálya, jó, ugorjuk, és csak futogálok a leges legvégén, azt a te, majdnem érintettem, majdnem megégett a gatyám szárát a láva is, annak nem örültem volna, mert akkor lehet, hogy még gyorsabban futottam volna, hogy eloltódjon a szél miatt, de nem baj, már csak kettő ugrás, és stoj, ott a sziklákra, jó, meg kipukiztam magamból az elégezet, és mehetünk föl. Mi történt a játékkal? Folyamatosan pukizok, és itt vagyok a mapnak az alján. Hát ez zseniális. Még egyszer ki kellett vinnem ezt a játékot, hogy eljussak idáig, hiszen annyira bevágott, hogy a föld alá szmolott folyamatosan, és az a helyzet, hogy itt találkozz egy olyan dolog, amivel fogalmas sincs, hogy mit kéne csinálni. Meg kéne a lézráttal, hogy föl tudjuk oda menni, de az a helyzet, hogy belett folozva a sztorizsú, szóval nem tudunk tovább haladni. Csináltam újra a pályát ilyen FPS módban, és hogy hát ez a probléma, de nem, hát még mindig itt ez meg van csinálva, oda kéne bemennem a létrája, és egyszerűen nem bírok. Mi lenne a feladat? Itt nekem nincsen liftem, csak egy ilyen nagy lyuk fölöttem. Értem a YouTube-ra ezt a játékmódot, és nem fogjátok elni Emily nevű csatorna, és ugyanezt játsza, és ő ki tudja vinni ezt a mapot. Mint látjátok, neki nincsen itt elbarikádozva, hanem be tud normálisan menni. Én ezt komolyan mondom, nem hiszem, nekem miért barikádozták el az egészet, szóval föl tudja venni normálisan ezt a létre. Hát igazán most egy kicsit
reakciómódba kell, és nem fér ki. Jó, tolatva ki tudod férni szerencsé, az nagyon-nagyon durva. Én annyira kíváncsi, hogy milyennek a pályának a vége. Reméltek ebben a videóban megtudjuk. Oké, hát akkor nekem itt egy óriási lyuk van fölöttem. Neki meg normálisan mindenféle rács meg hasonló. Hát akkor miért bugol? De többször újra indítottam a játékot, többször megpróbáltam edigévni, de nem tudom. Ezután normálisan csővezetékből, és ugyanúgy a láva fölött kell újra. Azt a te menő tüskék fölött mindenféle. Gondolom most a propeller jön szembe, és itt is egyből láva talajra kell ráugrani. Kerestem egy másik videót, és neki is nyitva van a story zsom, ez most komoly. Emily talán nulla kieséssel fog, és nulla leeséssel fogja teljesíteni ezt a mapot, szóval nagyon-nagyon szurokoknak neki. Így az egy kicsit rosszabb az, hogy nem én játszom, de legalább én kíváncsi az, hogy mi van a pályának a végén. Lumelesen fölkerül, és nem kell semmit sem bekapcsolni, hanem csak simán látunk a csőállózatot. Srácok, hogy játszottatok ezzel a lávás játékkal, vagy éppen ma ki szeretnétek játszani, mindenféleképpen nekem kommentben jelezitek, hogy nektek ott van ez a kőszikla, vagy ti se tudtok tovább haladni, vagy csak én rontottam-e valamit, vagy csak kivételezik olyan a játék, hogy te sajtókkal nem fogod kibírni, itt szépen fölmászik, aztán mindjárt ott van a pálya végén. Beugrik a csőállózatba, és itt már kezd azért fogyni a láva, elég rendesen látszik, hogy sokkal, de sokkal magasabban van. Itt már alig van láva, és már megint csak fölfelé is ugorgat a kis ventilátor segítségével. Tévedtem, újra láva, és megint ilyen kis botokra azt, ahogy átvitte a szél. Itt meg a létrán szépen fölmászik, és most egy fölfelé gondolom, ilyen lézeres szól, olyan szerintem fogadjuk, nézd föl, lézer! Ja, nincs a lézer, csak bele kell beugrani, majd a következő lesz szerintem ilyen lézeres, átalad szépen a csőállatot, és hú, mennyi láva van megint alatta, mennyi láva, vigyázz komámát, le fog égni a talpad. A következő olyan fura, hogy lefelé nézi a kamerával, se tudja, hova kell ugrani, és itt van az ebédlő, így meg van csinálva, ez is teljesen, hát tényleg visszajutottunk a börtön szintre, azért van megint ennyi láva, ez valami elképesztően jól néz ki, én ezt mindenféleképpen ki szeretném próbálni. Hogy csak két tudnám, de sajnos nem tudom, de nem baj, elégedjük meg azzal, hogy most gyorsan ezt is megnézzük, hogy mi lesz. A végén valami láva szörny ellen kell vajon harcolni. Völdözés, ugye egy szokott konyhás bácsi lenni, szóval most azt sincsen, nem kellett fölvenni a bazúkát. Itt lesz egy ilyen nagy csúszó, ha jól emlékszem. Ott is kíváncsi, hogy teli lesz a mindenféle lávával, vagy normális lesz a csúszó része. Így szépen felpattan, és azt a ennyire, hogy még itt a tetején is megint a korláton kell másznia. Az komoly, hogy leszuhant volna, hogy egyből a lávába esik. Jaj, egy kis létrázás. Fölfelé, és itt vagyunk a börtönnek a legeslegtetén az útvonalon. Hoztam egy őrtől, hogy megélek vannak. Szerintem Barry ide föl se tudja, hiszen olyan kövér. Szerintem itt egyből, de egyből föl fog a helikopterrel menni. Azt a de durva. Hát ez ami elképesztő. És a srácok, ne haragudjatok, én nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem tudtam én saját magam kivinni ezt a játékot, de nem hagyható, hogy ti se tudjátok meg, hogy mi a vége, és én se tudja meg, hogy mi a vége. Szóval Emily ebben segített, én nagyon szépen köszönöm neki, és hogy a tetszett ez a videó, és szeretek, hogy végigvigyünk normális menő Roblox játékokat, akkor nyomjatok egy lájkot és mindenféleképpen iratkozzatok fel. Tali a kövű viriben a csákány.